Ami itt van, ez meg egyszerűen csoda. Pedig ezen a helyen egy piros feliratos nagy fehér tábla is jelzi, hogy tilos a hulladék lerakása. Ennek ellenére építkezési hulladékot, műanyag kukát és zsákokat is láttunk a szurdikban. Kicsit feljebb a lisztes völgy egyik eldugottabb részén ez a látvány fogadja az arra járókat. A fémhordótól elkezdve a bébi étkészleten át a komposztálható napraforgó fejig itt is minden megtalálható. Baltavári István, a szekszárdi hulladék kommandó alapítója szerint gyökeres változásokra lenne szükség. Hulladék kezelést fölülről nézzük Szekszárdon, ami azt jelenti, hogy oktatjuk az iskolába, hogy hogy kéne csinálni dolgokat, a felnőtteket megpróbáljuk rábírni arra, hogy ők is tudják meg, mik a jogszabályok, mik a lehetőségek. Ijedjenek meg azáltal, hogy hulladék vadásszá szeretnénk nevelni Szekszárd minden lakosát, tehát ne nézz el, hogy én szemetelek, fényképezz ellen minimum, szóljon rám minimum, hogyha bármilyen olyat csinálok, ami utána a városnak rengeteg pénzébe kerül. Első és legfontosabbnak tartjuk azt, hogy felmérjük, hogy milyen helyzetek vannak, milyen helyek vannak Szekszárdon, hol van a sok hulladék. És arra jöttünk rá, hogy minden szurdik, minden mély szurdik tele van szeméttel. Aztán a legkülönbözőbb helyeken a vasúti töltés mellett, a palánki falu vagy település háta mögött vannak ilyen nagyon szép földutak, és egy kis erdősáv mellett vezet el, hát az végig ki van rakva szemétkupaccal. Aztán a Kesejűsi út, aztán a Csőrögetó, és akárhova mentünk, mindenütt, most már 80 olyan pont van, amit felhordtunk egy térképre, szeretnénk, ha minden szekszárdi lakos megnézni ezt, és szörnyedjen el, mert 1000 köbméternyi szemét van most kint a természetben. Milyen jogon szemetel valaki, a másik ember pedig nem. És ezt próbáljuk mi most az elejétől a végig, egészen a ilyen hulladéklerogók felszámolásáig nyomon kísérni, meg erről ködni, felszólítani minden illetékes szakembert, felszólítani minden politikust, hogy álljon emelé az ügy mellé, és tényleg tegyünk rendet Szekszárdon. Az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon elérhető a szekszárdi hulladékkommandó térképe, ahova GPS koordináta szerint töltötték fel ezt a 80 helyet fényképes mellékletekkel. Baltavári István azt szeretné, hogy a mindennapi életünk része legyen a környezetvédelem és a természet óvása. Hát a térképet a Facebookon a legegyszerűbb megnézni. A Facebookon a szekszárdi hulladékvadász oldalon egy rácsos földgömbre rá kell klikkelni, és előjön a térkép. Ki lehet nagyítani. A térképen bármelyik gombra, golyóra ráklikkelünk, kijön fénykép, kijön a GPS koordinátája. Tehát eligazodhatnak a szekszárdi emberek, meg legalább azt hiszem, hogy elborzadnak, mert ez a döntő jelentőségű, illetve minden szakember vigye magával ezt a térképet, és amikor tárgyal, akkor igenis mutassa be, hogy Szekszárdon ilyen sűrűséggel, ilyen mennyiségű szemét van, amiért fogjunk össze és tegyünk rendet Szekszárdon. A gyerek megtanulja, hogy ne szemeteljen. Szóljon rá az apukájára, hogy ő se. Amikor elindul valaki sétálni vagy biciklizni, akkor ne biciklizni induljon, hanem hulladékvadászatra induljon. A gyereknek biztos izgalmas lesz, hogyha a helyszínt lefényképezheti, a kis kütyüvel elküldi egy adott e-mail címre, és akkor mi pedig felhasználjuk, és egyre gyűjtjük az adatokat, és egyre mellbevágóbb dolog lesz ebből. Ha a tettenérés van, azonnal szóljunk a rendőrségnek, 112. A rendőrségnek módszert kellett változtatni a márciusban, ugyanis minden szemetelési ügy, szabálysértés minimum, vagy bűnügy, hogyha veszélyes hulladékot tesz le. Ki kell vonulnia a rendőrségnek, jegyzőkönyvet kell felvennie, bizonyítékot el kell fogadnia, tehát nagyon komolyan veszi, most úgy néz ki a társadalom ezt, akkor mi is vegyük komolyan. Tehát minden embernek felelőssége Szekszárdon, senki sem mondhatja azt, majd én ide kidobom a szemetet, de este 6 óra után, és utána elmesélem ilyen szépen a tévében, hogy mit kéne csinálni, hogy rend legyen. Az illegális szemétlerakásért 150.000 forintos pénzbírságot szabhat ki a hatóság, de börtönbüntetés is járhat érte. Viszont a hulladékudvar használata ingyenes. A segítő e-maileket képpel és GPS koordinátával a következő e-mail címre várják. sdhulladékvadasz@gmail.com. Ide kell elküldeni a bárki bármit fényképez, és bárki bármilyen e-mailt ad. Ne döntsön abban, hogy kell-e vagy nem kell. Mi döntjük el majd, hogy már láttuk ezt a helyet,
lassanba vettük, vagy nem. Tehát nekünk kéne elküldeni erre. Bárki hulladékot akar szedni, annak mi nagyon-nagyon örülünk. De nem ezt akarjuk célként kitűzni, hogy én szemetelek, ön meg összeszedje. Ennek nincs sok értelme. Mi tagadjuk azt, hogy szedjük össze a szemetet, de csak ezért az egy dologért, hogy ön ne lustuljon el, és ne dobálja el a szemetet, amit én majd össze fogok szedni. De van egy módszer, adunk minden lehetőséget, bárki gyűjthet szemetet, ha nincs helye, mi adunk javaslatot, hogy hol, mert ennek el kell indulnia, ezt valakinek ki kell szednie innen, vagy nagyon nagy pénzért vállalkozók, alpinisták kiszedik, vagy mi jövünk és segítünk. Tehát ennek nagyon fontos szerepe van, de mindig azt rágom mindenki Filiből, hogy ez egy másodlagos dolog, a csuda vigyel, ne szemeteljünk, ez a fontos.